Ahogyan 11 éve eltervezték, kellemes szombat délutáni programot kínált a nyitott Pincék napja Károly falván. Nem a leghivalkodóbb boros rendezvénye ez a vidéknek, de éppen ettől más, mint a többi. A kellemes hangulatot a barátság és az egymást jól ismerő helyiek adják meg. Az összetartozás és a barátság eredményezte azt, hogy Tokajhegy alján, Károly falván többek között kiváló borok születtek. Sajnos manapság már nem annyira erős a borkultúra, mint 100 évvel ezelőtt volt, de én bízom abban, hogy a reneszánszát egy 10-20 év múlva el fogja érni. És mire jó a bor? Persze azért többek között, mert annak idején a megélhetés biztosította. Manapság, de akkor is, 100-200 évvel ezelőtt is arról szólt, hogy azok a barátok, akik összetartoztak, azok a családok, akik összetartoztak, akiket összehozott a közös munka, a közös feladat, a közös teljesítés, azok leülhessenek egy pohár borra. 11 éve rendületlenül állnak helyt a boros gazdák is a rendezvényen, akik szívesen kínálják boraikat. Mindig egy-egy történet is jár a pincéhez. Örülünk, egyre több a vendég, és ha a borainknak, a munkáinknak, az ültetvényeinknek jó hírét viszik, hát természetesen az mindenkinek jó, személy szerint is, a közösségnek is jó, és akkor azt hiszem, hogy mindenki elégedett lehet. A nyitott Pincék napjának ötletét az adta, hogy a hely, a Felső Pincesor, a falubeliek kedvelt találkozó helye volt. Ezért a település képviselője arra gondolt, hogy miért nem mutatnák be ezt a többi itt élőnek is, de mára már a turisták is várják az időpontot, nem csak az új helyiek. Az volt a célunk, hogy az itt élők számára egy plusz rendezvény, plusz programot nyújtsunk. Sikerült ez év folyamán is tartalmas, színes előadásokat idehozni, de azt tapasztaljuk, hogy egyre inkább az ország különböző tájegységeiről, részéről, sőt a határon túlról is jönnek a rendezvényre. Ugye ez a hirdetés, amikor interneten hirdetjük a rendezvényt, programot, de sokan számítanak, és rá már számon tartják. Direkt erre akcióra jöttünk, már tavaly is voltunk. Nagyon érdekes, és nagyon jó borok vannak itt, hát előttek újra. A nyitott Pincék programján, aki tehette, megkóstolta a jó borokat, mások a kellemes zenék mellett beszélgetéssel töltötték az időt. De nem kell jövő, éljünk kicsit a mának. Ne keverhetnél egy esti koktélt nekem,